Sziasztok, én Antal Imre vagyok, ez pedig a Mobfest híradó. Ma pedig egy érdekes eseményre fogunk ellátogatni Balaton lellére, a Napfénystrandra, a Beach Run by Riska, ez a program neve. Egyszerűbben fogalmazva vízben futás, majd meglátjátok, egy fantasztikusan nagy élmény azoknak is, akik ott vannak, és azoknak is, akik részt vesznek benne. Mi a résztvevők szintjén leszünk ott egy mobil színpaddal a Riska jóvoltából. Hamarosan onnan jelentkezünk. Sziasztok, meg is érkeztünk ide Balaton lellére, a Napfénystrandra. Hamarosan érdekes embereket fogok bemutatni, a szervezőt és egy fantasztikus műsorvezetőt. De hát, hogy hol is vagyunk? Balaton lellén a Napfénystrandon, Beach Run by Riska, azaz vízben futás. Sziasztok, Magyar Norbival beszélgetünk, aki a Beach Run-nak a speakere lesz. Tavaly már együtt dolgoztunk, és tavaly is igazán jó hangulatban telt ez a verseny, bár úgy emlékszem, hogy tavaly kétnapos volt. Norbi, te hogy emlékszel? Tavaly kétnapos volt, idén egynapos lesz, jövőre pedig remélhetőleg ismét kétnapos lesz. Mi a nehézség ennek a versenynek így speaker szempontjából, hogy azért itt sok rajt van? Igen, elég összetettnek mondható, több rajtot láthatunk délelőtt, többet délután, elsőként a picik után nagyobb fognak, hogy a felnőttek fognak elindulni. Igazából a komplexitása nehéz, de amennyire nehéz, olyan élvezetes lesz, hogyha megnézitek a pályát. Ezeket a nehézségeket felül fogjuk írni veletek együtt, nem lesz probléma. Gyönyörű helyszínen vagyunk, és hogyha már a nehézségekről beszéltél, akkor azt el is mondod, hogy mi a nehézség, mert a vízben azért ki van alakítva egy pálya. Na jó, a nehézsége az, hogy a legtapasztaltabb futóknak is nehéz úgy vízben futni, akár 2 kilométert, hogy előttem mondjuk egy 20 kilométert lazán teljesítettek, de beszéltünk hosszabb távokra, mert a víznek azért van egy olyan közeg ellenállása, ami főleg, hogyha derékig ér, akkor bizony megnehezíti azokat a kilométer átokat, amiket jól megszoktunk. És te onnan a part mellől hogy látod, hogy néha meglepi a futókat, hogy azt hiszik, hogy majd befutunk a vízbe, aztán milyen egyszerű lesz, és akkor utána egyszer csak elfogy a levegő? Ha visszagondolunk a gyermeki strandélményeinkre, és emlékeztetünk olyanok a barátainkra, vagy barátnőnkkel szaladgáltunk a vízbe, 10 méter után ledobták a láncot, vagy mi is ledobtuk, akkor igen, meglepő mások számára is, nem csak nekem. Tehát majdnem mindenki meglepődik, de ettől függetlenül az élmény sokkal nagyobb lesz. Várjál, most jön egy meglepetésszerű kérdés, hogy a vizuális élményről mi a véleményed ezen a Beach Run-on? Tehát, hogyha valaki futó, és eljön ide, akkor a víz, a homok és a jó zene mellett még a vizuális élmény miatt ajánlhatjuk, de azért szoktad látni a bemelegítést. Nem kérdés, itt olyan fesztivál hangulat. Olyan fesztivál hangulat lett, ami önmagáért beszél. Természetesen, amit hoztatok hangot, nélkülözhetettem, a lányok is nélkülözhetettek hozzá, ott pedig én majd csendben maradok, itt pedig az élmény legnagyobb részét azok a versenyzők adják, hogy megérkeztek ide volt. És reméljük, hogy jó, sokan lesznek az előrejelzések alapján teltházon. 1200-an leszünk, full házban, tehát igazából nem fér már be senki, maximum nézőként a strand oldaláról, reméltek jövőre a két napot lesz, hogy visszatok ide látogatni. Magyar Norbit hallottátok, aki a kedvenc munkatársunk és a kedvenc speakerünk. Köszönjük szépen, Imi! Csak összehoztuk! Értelemszerűen, hogyha Beach Run-ról van szó, akkor a vízben készítjük ezt az interjút. Tamással beszélgetünk, aki a főszervező, és tudom, hogy nagyon sok dolgot van, éppen ezért nem nagyon foglak feltartani. Mik a, egyelőre az előrejelzések, mennyien leszünk, teltház lesz-e? Most úgy néz ki, hogy 1140 előre nevező van, tehát online annyian neveztek a eseményre, de még helyben is tegnap, amikor pakoltunk, már nagyon sokan jelezték, hogy szeretnének majd jönni és nevezni, úgyhogy biztos, hogy ennél többen leszünk. Tavaly a helyszíni nevezők számom elhaladta a 400 főt, úgyhogy valószínű, hogy itt most egy nap alatt 1500 embernek fog tudni mozgatni. Itt voltunk tavaly is, és mondhatjuk azt, hogy szerencsénk van az időjárással, mert tavaly tudom, hogy a vihar elfújta a pályát, és gőzerővel dolgoztatok, most azért ilyen nem volt, és jó időre számítunk, ugye? Igen, azért kicsit visszamennék az időbe, szilveszterkor körülbelül 90 szélel küzdöttünk meg. Körülbelül másfél hónapja is itt voltatok velünk az éjszakai futáson, ott 100 km-es szélért minket közvetlenül a Balatonparton mindentől védtelenül. Úgyhogy azért ezek rendkívül megnehezítették a dolgunkat. Ma 33 fokot ígértek, és 8 km-es délnyugati szelet. Mondjuk ehhez képest, ha ránézünk a vízre, akkor éjszakáért felül hullámzik, de reméljük, hogy aztán majd összejön a délnyugati szél. Mert akkor csak fodrozódni fog a Balaton, és meg hullámok se lesznek. Én biztos vagyok benne, hogy szuperül le fog zajlódni a verseny. Hagylak is dolgozni, mert azt tudom, hogy ilyenkor feszültség van is munka. Köszi szépen, hogy beszéltünk. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Itt vagyunk a 2020-as Beach Run-on. A Mofest színpadot láthatatok az előbb. Aztán itt van a Riska, akinek a támogatásával zajlik ez az egész rendezvény. Az előbb lehetett hallani Tamástól, hogy teltház lesz ezen a versenyen, de 1-2 másodpercben azért megmutatnám a pályát. Tehát itt futnak majd cikcakban
a plázson az emberek, de előtte bemennek a vízbe, és ez a nehézsége, és ez az egyedi dolog ebben a versenyben, hogy a vízben térdig, illetve derékig érő vízben futnak, és ez egy picit nehezíti a verseny, de hát ez adja meg az igazi hangulatát, és majd mutatunk képeket arról is, hogy milyen a bemelegítés, mert láthatjátok majd, hogy az is káprázatos lesz. Érkeztünk a Mobfest bázisra, a nap egy kicsit hosszú volt, azonban igazán tartalmas. A Beach Run hozta a formáját, egy káprázatos hangulatú versenyen vehetünk részt a Mobfest mobil színpadokkal, és természetesen az idő is segített nekünk, 33 fok, napsütés, igazi beach hangulat, jó zene, rendkívül sok ember, és egy fantasztikus verseny. Reméljük jövőre is ott leszünk, akkor is tartsatok majd velünk. Azonban most egy-két információ, hamarosan újra jelentkezik majd a Mobfest híradó, mert hogy 29-én elkezdődik a Tour de Hongrie, és hála jó Istennek három autóval megyünk végig a verseny teljes útvonalán, két szurkolói pont, és mi fogjuk adni a rajt színpadot is. Tehát azt hiszem, hogy lesz téma, amiről beszámolni, és remélem, hogy akkor is velünk tartotok majd. Sziasztok!